lemondott működési támogatásának egy részéről a Panergy Miskolci Vízilabda Klub. A Miskolci együttes 25 millió forint működési támogatást kapott volna a várostól, ám a közgyűlés még a vészhelyzet kihirdetése előtt fogadta el Miskolc költségvetését, amit végül a járvány felülírt. A miskolci vízilabdázók szerint már a vírus elleni védekezés, a gazdaság újraindítása és az alapfeladatok biztosítása a legfontosabb. A klub ezért lemondott a vészhelyzet kihirdetéséig ki nem utalt több mint 16 millió forint önkormányzati támogatásról. Erről a döntésről, a sportág előtt álló lépésekről kérdeztük Bakner András sportigazgatót. A koronavírus járvány miatt kialakult gazdasági helyzetre már korábban reagáltak a sportolók, több sportág érintettjei is, más-más mértékben, de lemondtak fizetésük egy részéről. Ám a sportokat támogató cégek a több sportágban működő csapatoknak otthont adó városok életét is jelentősen érintette a járványhelyzet, így nagy valószínűséggel nem lesz egyedi a Miskolci Vízilabda Klub lépése. A pólósok ugyanis a számukra megítélt éves támogatás még fel nem használt részéről, vagyis több mint 16 millió forintról mondtak le. Azzal tudunk segíteni mi is, ugye ez csepp a tengerbe, de az első csepp az mindig nagyon fontos. Tehát azt tudjuk. Nyilván, hogy átértékeltük a céljainkat, és az átértékelt célok után jutottunk arra a következtetésre, hogy ezt a lépést meg tudjuk és meg is akarjuk tenni. Ám ami az egyik oldalon visszalépésnek tekinthető, azt lehet egy másik nézőpontból egy szinte soha nem látott lehetőségként is tekinteni. Ugyanis a pandémia miatt a működésre fordítható pénzek csökkenése felgyorsíthatja az elkötelezett saját nevelésű tehetségek előrelépését a felnőtt csapatba. Most lehetőség nyílik arra, hogy ezek a fiatal emberek, akik 17, 16, 17, 18 évesek, bemutatkozzanak a legmagasabb osztályban. Nyilván, hogy a céljaink mások lesznek. Eddig Európa Kupa szereplések, tehát most is a legjobbat fogjuk adni magunkból. De a fő cél az, hogy ezeknek a játékosoknak felzárkóztatása az élmezőnyhöz. Nyilvánvaló, hogy ez egy olcsóbb csapat lesz, tehát nem várhatjuk el a várostól sem azt, hogy ugyanúgy támogasson, mint ahogy eddig támogatott. A pillanatnyi helyzet, és mondom, egy kicsit az átrendezése, a céljaink átrendezése vezetett erre a döntésre, hogy mi erről a részéről lemondunk. Mondom, ez az első csepp mindig a nehéz. Nyilván lesznek még Miskolc városába is, gondolom én, olyan sportegyesületek, olyan klubok, akik ugyanígy átgondolják majd a dolgokat, és megpróbálnak könnyíteni a hurok szorításán. Ettől még lehet sportolni. Ez egy új korszak lesz, ez a koronavírus által, ami még nem tudjuk, hogy hol tartunk, melyik fázisába. Egyelőre csak azt tudjuk, hogy itt várjuk azt, hogy kezdjünk el igazán edzeni. Edzeni már edzünk, a kondi edzéseket végezzük, szakadunk szét az erőtől, de nagyon hiányzik a víz. A sportigazgató szerint ez a helyzet lehetőséget ad arra, hogy a klub az előbb hallott formában működjön tovább, vagyis előtérbe helyezzék a saját utánpótlásból érkező játékosokat. Ám az még most derül majd ki, hogy milyen formában folytatódik majd a bajnokság. Ennek a jegyébe léptünk, és fogjuk építeni a jövő csapatát Miskolcon. Tehát ezzel én valamilyen szinten ki is mondom, hogy egy korszak lezárult a miskolci vízilabdába, kezdődik egy másik korszak. Muszáj megemlítenem, hogy a hét csütörtökén lesz egy ligaülés, 11-én egy elnökségi ülés, ahol végérvényesen dönteni fognak, hogy milyen legyen a következő bajnokság. A Miskolci Vízilabda Klub neve mellett 28 megszerzett pont szerepelt, amikor be kellett fejezni a szezont, ami Európa Ligás pozíciót jelent. A most következő lépésekről pedig a már említett liga, majd az elnökségi ülés dönt.